Tisztelettel köszöntöm a pedagógusokat, mindenkit, akinek fontos a magyar köznevelés ügye, hogy mondjam azt így bevezetőbe, hogy nagyon jó együtt látni ennyi embert, aki vette a fáradtságot, most éppen az iskola kezdésnek a nehéz időszakában, hogy eljöjjön ide Budapestre, és hogy eszmét cseréljünk arról, hogy mi is a magyar köznevelésnek a jövője, milyen lehetőségek, milyen változások várnak ránk az elkövetkező hónapokban és években. Lényeglátás. A lényeglátás egy olyan képesség, aminek a gyakorlására nagy szüksége van a pedagógusnak. Lényeglátás nélkül nem lehet jó pedagógusnak lenni, és az egyik fontos feladat, hogy ezt a képességet, ezt fejlesszük, ezt a képességet továbbadjuk a diákoknak, a tanulóknak, az oktatásnak, a nevelésnek fontos eleme a lényeglátás. Ahogy szeptember 1-jéhez közeledünk, viszont egyre inkább nő a veszélye annak, hogy lényeglátás helyett elveszünk a részletekben. Elveszünk a részletekben pedagógusként, intézményvezetőként, szülőként, tanulóként, talán még minisztériumi szakemberként, vagy még államtitkárként is fönnáll ez a veszély. Fönnáll a veszélye, hogy az egész helyett csak a részt látjuk, részeket látunk, csak az köti le a figyelmünket, hogy hogyan is lesz akkor majd a terembeosztás, meg a tantárgyfelosztás, meg az órák, meg hogy kiszedi össze az ebédpénzt, meg kiosztja majd a tornateremben a tankönyveket, vagy tankönyveket oszta majd, vagy pedig a tanárokat fogja kiosztani, mikor lesz a következő értekezlet, és természetesen hogyan alakul a bértábla, és minden más ilyen részlet az, ami egyébként fontos részlet, mert amit felsoroltam egészen az ebédpénzzel bezárólag, ezek valóban nagyon fontos részletek. És hát ráadásul számos olyan új eleme van a köznevelésnek, amely szeptember 1-jétől lép majd életbe, a Nemzeti Alaptantervnek a felmenő rendszerben való bevezetése, számos új tankönyvvel és egyfajta új tankönyvellátással is találkoznak, az állami felelősségnek az egyértelművé tétele, az új minősítési rendszer, ezek részletek ugyan, de nagyon fontos részletek és lényegi változások, lényeges változások. De ez még mindig nem a lényeg. Sőt, ha ezeket nézzük, ha kizárólag ezeket nézzük részleteiben, akkor akár még el is veszíthetjük a lényeget, akkor még el is veszhetünk a részletekben. Majd néhány szót mondok a tankönyvellátásról külön is. Például, hogyha valakinek az a legfőbb gondja, hogy akkor most van piac, vagy nincs piac a tankönyvek esetében, ez egy fontos része természetesen, de nem érinti a tankönyvnek abból, hogy miből és hogyan tanulnak a diákok, ennek a kérdésnek nem érinti a lényegét. De hogy ha már itt talán elvettem a kedvüket itt a tanévkezdéstől, akkor hagyd mondjam azt, hogy ahogy természetesen, ahogy szeptember 1-jéhez közeledünk, ugyanakkor az esélyünk is nő, az esélyünk is nő arra, különösen a pedagógusoknak, hogy közelítsünk a lényeghez, hogy meglássuk a lényeget, helyesebben fogalmazva, hogy találkozzunk a lényeggel, hogy minden részlet felett, alatt, mellett és közben meglássuk a lényeget, és a lényeg az mi lenne más, mint az ember. Az ember, akit tanítani lehet, akit tanítani kell, a gyermek, a tanuló, a diák vagy a hallgató, mindegy, hogy nevezzük, ők a lényeg. Őket kell látnunk, hiszen az iskolában minden értük kell, hogy történjen, és úgy kell, hogy történjen értük minden, hogy közben tudjuk azt, hogy amikor minden egyes diák, akivel törődünk, foglalkozunk, akit tanítunk, gondján, lehetőségén, képességén túl, ott van ebben egész Magyarországnak a jövője. Tehát amikor értük, történik minden, akkor azt is mondhatnánk, hogy Magyarország jövőjéről történik döntés minden nap az iskolában, minden olyan interakcióban, amikor önök bármilyen formába kapcsolatba kerülnek azokkal, akiket tanítanak. És hát legkésőbb szeptember 1-én vagy 2-án találkoznak majd ezekkel a diákokkal, és amikor rájuk néznek, akkor a lényeget fogják látni, akkor megerősödik azonnal a lényeglátó képességük. Az a közhely, ebben a helyzetben mindenképpen fontos, hogy elhangozzon, hogy Magyarország és a Magyarországon élő családok és szülők a legértékesebbet,
a saját és a közös jövőnket bízzák az iskolarendszerre, a pedagógusokra, az iskolára, az intézmény fenntartókra, a minisztériumra, a kormányra, a magyar államra. És azért fontos, hogy meghatározzuk ezt a pontot, hogy innen vezessünk le mindent. Hogyha innen vezetjük le a különböző kérdéseket, a fenntartói felelősségnek a kérdését, ha innen nézzük az életpályát, ha innen nézzük a tankönyv ellátást, ha innen nézzük a pedagógusok presztízsének az emelését és minden mást, akkor fogjuk megérteni, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Az intézményrendszer átalakításában, a pedagógus képzés átalakításában, és hogy egy konkrét pontot is említsek, itt nem győzem eléggé hangsúlyozni, mint hogyha kevéssé hallotta volna meg, bár a szakma, a jövendő szakma nagyon, nagyon jó érzés látni és hallani azt, hogy meghallotta, az új ösztöndíjrendszer. Az az ösztöndíjrendszer, amivel a Klebersberg ösztöndíjakkal a jövendő pedagógusaiknak szeretnék jelezni, hogy Magyarország számára olyan fontos, hogy valóban jó színvonalon képzett pedagógusok dolgozzanak az oktatási rendszerben, hogy erre egy olyan ösztöndíjrendszert dolgoztunk ki, amelyik szeptembertől lehetővé teszi az újonnan belépő diákoknak, hallgatóknak az egyetemen, hogy a minimálbéren való megélhetéshez közeli összeget kapjanak ösztöndíjba ahhoz, hogy valóban tanulni tudjanak, és valóban úgy gondolják, hogy benne, amikor megszerzik a diplomájukat, akkor a magyar köznevelési rendszerben akarnak dolgozni. Ez egy nagyon fontos presztízemelés a tanárszakos hallgatóknak, ez a fajta ösztöndíja, hogy mennyire ki van hegyezve a fiataloknak a füle erre, hagyd mondjak erre konkrét példát, tehát az én fiam is érintett ebben az ügyben, amikor az egyetemi tájékoztatókon még csak 3 napja jelentettük be kormánydöntése, hogy lesz egy ilyen ösztöndíjrendszer, már ezzel biztatták a fiatalokat arra, hogy érdemes Magyarországon pedagógus pályára menni, és a jelentkezések mutatják azt, hogy bizony éppen a hiány szakmában van olyan hiány szakma, amelyikben megsokszorozódott, megduplázódott a jelentkezők száma. Most nem mondanám meg, hogy melyik, mert ebben van egy kis szomorúság is, de mégis csak megduplázódott, mert 5 helyett 10 jelentkeztek arra a hiányszakra. Én bízom benne, hogy ha minden évben megduplázódik, akkor már nem fogunk olyan rosszul állni, de ez jelzi azt a kiinduló helyzetet, amiből indultunk, és ahonnan mindenképpen előre szeretnék lépni. Mik is a lényegi célok? A lényegi célok az leginkább a versenyképesség szóba szeretném összefoglalni, ez látszólag egy technokrata kifejezés, de csak látszólag egy technokrata kifejezés, hiszen a versenyképességben benne van az értékelvűség, mert mi biztosak vagyunk abba, nem csak nemzetközi kutatások bizonyítják, hanem a saját életünk tapasztalata is az, hogy az a tanuló, az a diák, az a pedagógus, az a polgár, az az egyetemi polgár, aki 2 lábbal áll a világba, aki tudja, hogy hova tartozik, aki tudja, hogy honnan jön és hová megy, akinek erős identitása van, értékalapon álló identitása van, az sokkal nagyobb és jobb teljesítményekre képes, mint az, akinél mindezek a tényezők bizonytalanságban vannak. Éppen ezért a versenyképességben benne van az értékelvűség, benne van az erős identitás, és ez a versenyképesség, ez érvényesülni kell, hogy érvényesüljön a különböző szegmensekben, tehát ugyanúgy mondjuk az elitben, a legjobban tanuló diákok esetében az esélyeiket növelnünk kell, mint ahogy a lentben. Az egyik fontos érvünk az állami fenntartásba vétel mellett éppen az esélyeknek a teremtése, nem az esélyegyenlőség, mert az nincs, hanem esélyteremtés van, és esélyek kiegyenlítődése van, és az lehet, és erre Magyarországon nagyon nagy szükség van, és ez az egyik legnagyobb sebe a magyar oktatási rendszernek, hogy a hozott hátrányokat, szociális és ezzel járó mentális hátrányokat, azokat nem kiegyenlíti, hanem sokkal inkább megerősíti, sőt még bizonyos szempontból a kimeneteknél azt látjuk, hogy inkább még erősíti is. Tehát ez egy nagyon fontos célunk, amikor versenyképességről beszélünk, hogy a jelenleg alullevők versenyképessége legalább olyan fontos, mint a felüllevőké, és hogy akik középen vannak, azok ne lefelé tendáljanak, hanem fölfelé ilyen oktatási rendszerre van mindenképpen szükségünk. Tehát a versenyképesség úgy, hogy ebben benne van az értékelvűség. És a méltányosság. Nagyon fontos a méltányosság, éppen önökkel szemben, a pedagógusokkal szemben, akiknek a megbecsülésében bizony nem járunk élen, és sokkal többet kellene tennünk ezért az ügyért, mint ami eddig történt.
méltányosság a pedagógusok irányába, de a köznevelési rendszerben való méltányosság azt is jelenti természetesen, hogy minden tanuló számára megpróbáljuk az elérhető magas minőséget garantálni és azt hatékonyan működtetni, hogy egységes tartalmi szabályozás van, hogy nem különböző kritériumok vannak, hogy az állam által felügyelt új értékelési, szaktanácsadói és minősítési rendszer van, amely mindenkinek egyenlő feltételeket, egyenlő lehetőségeket és kötelezettségeket ír elő és garantál. A pedagógus a szeptembertől induló életpálya minősítési rendszerben már nem csak a tanítványainak, hanem a kollégáinak is bemutathatja a felkészültségét. A szaktanácsadással, szakmai segítséggel kiegészült minősítés minden pedagógus számára előmenetelt biztosít. Innen is szeretném megerősíteni, mert bízom benne, hogy az önök számára is már lerágott csontnak minősül, hogy igen, a magyar parlament külön azért össze fog ülni, hogy törvénybe rögzítse azt a pedagógus béremelést, ami bízom benne, hogy önök számára nem csak egyszerűen több fizetést fog jelenteni, hanem jelzi azt, hogy mondjuk így, hogy a közszolgálatában, az állam szolgálatában állók közül ilyen átfogó módon először a pedagógusoknak, először a tanítóknak és a tanároknak biztosít a magyar állam, a magyar költségvetés és természetesen a magyar adófizetők ilyesfajta béremelést. Ezt garantálni fogjuk törvényben a parlamentnek a rendkívül ülésén augusztus 26-án és 27-én, és aztán pedig a kormányrendeletben a további béremeléseket is garantálni és biztosítani fogjuk. A jogszabályok önmagukban persze még nem újítják meg a köznevelést, ez a feladat, ez önökre vár, ez közös feladatunk. A jó iskolarendszer legbiztosabb alapja a felkészült pedagógus, akinek a munkájára a közös jövőnk, ahogy említettem, a nemzet jövője épül. Kiválóan képzett, erkölcsileg és anyagilag megbecsült pedagógusok nélkül ugyanis pontosan tudjuk, nem újítható meg az oktatás, nem valósítható meg az országnak a felemelkedése. Az oktatás átalakításakor rendszerben gondolkodtunk, talán ez az egyik legfontosabb jellemzője az oktatási rendszer átalakításának, hiszen önök a tanúi annak, hogy oktatási reformokba, vagy annak nevezett intézkedésekben az elmúlt 20 évben, az elmúlt 30 évben sohasem volt hiány. Önök egyfajta gyakorlóterepnek minősültek. Ami új, az nem egyszerűen a változásoknak a mérték, ami valóban radikális, gyökeres, alapvető, hanem az, hogy megpróbáltuk az egészet megközelíteni. Nem csak a pedagógusoknak az előmenetele körül próbáltunk valamit tenni, vagy éppen a követelményekben, vagy éppen a szülők, vagy a gyermekek jogaiban, vagy éppen a fenntartással kapcsolatos kérdésekben, hanem megpróbáltuk a részterületeket összehangolva együtt strukturális változást elérni, ami egyszerre érinti a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat. Az intézményvezetői szerep is helyére került, tegnap átadtuk az első ilyen típusú igazgatói megbízásokat, jelezve azzal az ország egyik legszebb múzeumában, a Szépművészeti Múzeumban, ezzel is jelezve azt, hogy szeretnénk, ha itt is a szakmai presztízsnek az elismerése az állam részéről és a növekedése az önök részéről az valóban megjelenne. Az új szerkezetben a tanuló nem hullik ki a köznevelési rendszerből, nem marad titokban, ha egy pedagógus netán törvénytelenül nem kapja meg az illetményét, világos, átlátható bértábla lesz. Az állami fenntartásnak köszönhetően idén egyetlen felsőtagozat sem szűnik meg, és a korábbiaknál széleskörű, részletesebb oktatáspolitikai elemzések készültek, hogy azonnal orvosolni lehessen a problémákat. Most van először, ezt szégyen bevallani, de miután elhagyjuk ezt az állapotot, talán el lehet most már mondani azt, hogy most van először a magyar oktatási rendszer abban a helyzetben, hogy valóban aránylag gyorsan, az aránylag az hangsúlyos, olyan adatokat tudunk kapni az oktatási rendszer egészéről, amelyek valóban egy felelősségteljes irányítást tesznek lehetővé. El sem merem mondani, hogy a kormányzásuk kezdeti időszakában a legnagyobb viták arról folytak, egyébként nem csak a szakszervezetekkel, hanem a kormányon belül is, hogy akkor hány pedagógus is van ma egyáltalán Magyarországon. Hogy lehet irányítani egy államot, ahol ilyesfajta hiányok vannak, nem beszélve egyébként a diákok státuszáról, és így tovább, és így tovább. Ezen a helyzeten, hál' Istennek, ma már túl vagyunk.
Úgy gondolom, hogy ezek az átalakítások önökre nagyon komoly feladatokat rónak. Higgyék el, hogy tudjuk, hiszen korábban gyakorló pedagógusok, intézményvezetők ülnek a minisztériumnak a vezetésébe. Mi úgy azért nagyjából tudjuk, hogy milyen terhet rakunk az önök vállára, és ezzel a felelősséggel ennek a tudatában végezzük a munkánkat. Nem szeretnénk semmifajta olyan plusz, fölösleges terhet önökre rakni, ami értelmetlen, még ha ez néha elő is fordul, viszont szeretnénk, ha éreznénk azt, hogy tudjuk, hogy a nagyobb tehervállaláshoz nagyobb megbecsülésre is szükség van, és ezt szeretnénk kifejezni ezen a konferencián, és meg úgyis, ahogy a tanévet próbáljuk igazgatni és irányítani az elkövetkező időkben. Karácsony Sándornak az idézetével szeretném befejezni, az egyik legnagyobb magyar pedagógus, aki azt mondja, hogy a pedagógus legfőbb karizmája a jövőben vetett hit. Én azt kívánom önöknek, hogy ezt a hitüket a gyermekeinkbe, a jövőbe, és egyáltalán a nemzet jövőjébe vetett hitüket és az erejüket meg tudják őrizni, sőt meg tudják sokszorozni az elkövetkező tanévben, szükség lesz rá. Köszönöm a figyelmüket.